Ezüst és normand fenyő lesz a legtöbb lakás éke, utolsó dömping a legszebb fákért. A fény erejét hirdeti, a zsidóság legfontosabb ünnepét tartották Miskolcon is. Ők is szeretetre vágynak leginkább, adomány a Jukói mentett kutyáknak. Ez a Miskolc ma, jó estét kívánok, 2022. december 22-e csütörtök, 18 óra van, jönnek a részletek. Javában tart a fenyővásárlási dömping, sokan a karácsony előtti utolsó napokra hagyják a fa beszerzését, hogy az minél tovább a lakás dísze lehessen. Az egyik arnóti fenyőfa telepen még akár karácsony napján is beszerezhetőek a fák. A tapasztalatok szerint a legtöbben továbbra is az ezüst és normand fenyőket keresik. Az általunk megkérdezett árusok elmondták, idén a nehéz helyzet ellenére sem szerették volna sokkal drágábban adni a fákat, mint tavaly, de körülbelül 10%-ot mindenképpen emelniük kellett az árakon. Kicsi, nagy, terebélyes vagy karcsú, hiába közeledik egyre gyorsabban a karácsony, ezen az arnóti fenyőfa telepen továbbra is óriási a választék, és így lesz ez egészen Szenteste napjáig. Ez valamivel több, mint 3 méter, de akkor 3 méterbe fogjuk majd számolni. Ez a normand fenyő már régóta várta gazdáit. A telepen a kezdetektől az a szokás, hogy a vásárlók jóval karácsony előtt kiválaszthatják leendő fenyőfáikat. Kivágásra viszont csak az elszállítás napján kerülnek. Vannak, akiknél a korábbi évek hagyományai idén sem változtak. Minél nagyobb, tehát ilyen 3 méteres fát szoktunk venni, amíg bírjuk, természetesen a gyerekek üremére mindent. Címke az egyik fenyőre kötve, már ennek is megvan a gazdája. A fenyőfa telep tulajdonosai elmondták, a korábbi évek tapasztalatai alapján a vásárlók többnyire közvetlenül a karácsony előtti napokban érkeznek a fenyőkért, hogy azok minél frissebbek legyenek. Persze olyanok is vannak bőven, amelyeket még senki nem választott ki. Így azok, akik szeretik az utolsó pillanatra hagyni a fenyőfa vásárlást, még akár december 24-én is megtehetik. A nagy igényre való tekintettel a tervek szerint délig nyitva tartanak. Csak úgy, mint az elmúlt években, a ezüst és a normand fenyők a legkeresettebbek, viszont mivel, hogy termelők vagyunk és friss vágású fákról beszélünk, a lúcfenyőt is egyre többen válasszák, azért, mert ugye az megtartja az illatát, nagyon jó fenyő illat van a lakásba tőle, ezáltal az is keresett fenyőnek mondható. Nagyságra teljesen vegyes a kép, vagy a 1,82 méter környékieket viszik többségében, vagy pedig a 2,5-3 méter közöttiek a legkeresettebbek. A tulajdonos hozzátette, a mostani nehéz helyzet ellenére sem szerették volna jóval drágábban adni a fenyőket a korábbi évekhez képest. Körülbelül 10%-ot azonban mindenképpen emelniük kellett az árakon. Az ünnepek alatt a parkolás és az ügyfélszolgálatok, piacok nyitvatartása is változik. December 23-án, azaz pénteken este 6 órától egészen január 2-án reggelig nem kell fizetni a parkolásért Miskolcon. Az ünnepnapokon pedig az ügyfélszolgálatok zárva tartanak. Pénteken a Zsarnai piacon rendkívüli nyitvatartás lesz érvényben, reggel 5-től délután 5 óráig várják a vásárlókat, míg szombaton csak délig tart nyitva a piac. Ezen a napon a vasgyári és a búzatéri őstermelői a szokásos nyitvatartási idő szerint üzemel, míg a boltokhoz hasonlóan 25-én és 26-án mindhárom piac zárva tart. A Miskolci állatkert viszont az ünnepek alatt is várja a látogatókat. A fény erejét ünnepelték tegnap délután Miskolcon. Az egységes magyarországi izraelita hitközség a hagyományoknak megfelelően meggyújtotta a hanukkai lángot a centrum előtt. Idén november 28-ától december 6-áig ünnepelte a zsidóság a fény ünnepét, vagyis a hanukát. Köszönöm, 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 köszönöm.
Az ország több fővárosi és vidéki helyszíne mellett Miskolcon is megtartották a hanukai ünnepséget. Ma este a fényt ünnepeljük! A hanukai lángot az egységes magyarországi izraelita hitközség a korábbi évekhez hasonlóan idén is a centrumnál gyújtotta meg. Hanukai gyertyák meggyújtása egy csodára emlékeztet minket, ami a Jeruzsálemi szentélyben, a görögök idejében történt. A zsidó hitközségek a világ minden táján 8 napon keresztül ünneplik a fényt, amely 2 évezreddel ezelőtt egy nap helyett 8 napon keresztül világította be a görögöktől visszafoglalt jeruzsálemi szentélyt. Az esemény azóta szimbólumá, valóságos ünnepé emelkedett, amely évről évre emlékezteti a zsidókat a hit megvilágító erejére. Ez a fény jelenti számunkra azt, hogy van talán remény a további napokra, van remény, hogy újra hosszabbodni fognak a napok. Nem véletlen ilyenkor van ez az ünnep, hiszen 21-a után, mintha győzne a fény, és a következő napokban íme egyre egy tyúklépéssel mindig hosszabb lesz a nappal. Veres Pál elmondta, fényre mindannyiunk életében szükség van, különösen olyan időkben, amikor nehézségeket kell átvészelnünk, hiszen a fény reményt adhat számunkra. A zsidó családok az ünnep első napjától minden este egyel több gyertyát gyújtanak meg. Olyan helyre teszik a gyertyatartót, a hanukiát, ahol hirdethetik az isteni csodát. Villámárvizeknél, műszaki mentéseknél és például a legutóbbi Bükkfensíkon történt tűznél is sokat segítettek a megye önkéntes tűzoltói a hivatásos állomány munkatársainak. A megyében működő 30 önkéntes tűzoltó egyesület pályázott sikerrel idén a Magyar Tűzoltó Szövetség és az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös pályázatán. Összesen 21 millió forintot nyertek el. Így többek között a Tisza-Dobia polgári és a tolcsvai önkéntes lánglovagok 7 millió forint értékben kaptak új eszközöket, védő és műszaki mentéseknél használt felszereléseket. A támogatás többi részét működési költségeik fedezésére használhatják fel az önkéntes egyesületek. A Borsod megyei önkéntes tűzoltó egyesületek nagyon fontos részét képzik a megye mentő tűzvédelmének, és nyilván ugye tűzvédelemről beszélünk, de ugyanúgy a műszaki mentések során, vagy az elhúzódó beavatkozások során is hatékonyan működnek közre. Karácsony közelettével a legnehezebb sorsú kutyák sem maradtak ajándék nélkül. A Jukó Tappancsai Egyesület anyagi támogatásban részesült. A menhelyen élő több mint 504 lábú pedig tápot és konzerveket is kapott. A városrészből begyűjtött kutyák többsége mind bántalmazás áldozata, a jukói telepen azonban nem csak ellátást, de szeretetet is kapnak. Az egyesület anyagi lehetőségei viszont végesek. Ezúttal Bazin Levente önkormányzati képviselőtől érkezett a felajánlás hozzájuk. Láthatóan egyre jobban viselik az emberi közelséget azok az ebek, akiket többnyire megkínozva a városrészből mentett meg a helyi egyesület. Ezek a kutyák már megkapták az oltásokat, a csipet, és az ivartalanításuk is megtörtént. A Jukó Tappancsai 2019. novemberében alakult, azóta folyamatos a mentés a városrészben. Ugye mi már több mint 3 éve kint lakunk itt Jukóba, akkor láttuk, hogy mi folyik itt állattartás terén, és úgy döntöttünk, hogy akkor alakítunk egy hivatalos egyesületet. Elkezdtük menteni a kidobott, megkínzott állatokat. Jelenleg itt nálunk 65 mentett kutya van, illetve ebből most 5 idéglenesnél. Az egyesület elnöke elmondta, 2020-ban csökkenni látszott a kóborebek száma a területen, de ez mostanra semmivé fosztott. Ott tartanak, ahol 2 évvel ezelőtt. Szeretnének minél több állatot megmenteni, de anyagi lehetőségeik korlátozottak. Magánemberek, önkormányzati képviselők és nagyobb cégek támogatásával tudják a kutyákat ellátni. Most karácsony közelettével Bazin Leventétől kaptak segítséget. A képviselő az anyagi támogatáson felül tápokat és konzerveket is hozott. Nem túlzás azt mondani, hogy kutyák százai kerülnek az utcára, vagy alapból az utcán születnek és az utcák vannak. Ez hatással van, nyilván Jukóban vagyunk, de hatással van akár Győri kapu, Újgyűri főtél, Burgárföld, vagy éppen Pereces is. Azért ugye itt már a választó körzetemről is szó van. Ezért emiatt is mindenképpen fontosnak tartottam, így képviselői keretemből is támogattam
az egyesületet. A kutyák többségében úgy kerülnek a telepre, hogy félnek az embertől, hiszen vélhetően bántalmazták őket. Ráadásul az éhség miatt először támadóan léphetnek fel. Viszont egy kis törődés és szeretet után mind gazdára vágynak. Nagyszerű győzelemmel egy Euroliga sikerrel zárta az év utolsó hazai mérkőzését a DVTK Hunterm. Szerdán este a legrangosabb európai kosárlabda kupa sorozatban, francia ellenfelével szemben a fehérmezes miskolci együttes nagyon határozottan indította a játékot, és nagy különbséggel nyerte az első negyedet. A folytatás is a hazai tervek szerint alakult, odaadó fegyelmezett játékkal állandósította 10 pont feletti előnyét a Diós Győr. A DVTK arénában remek hangulatot varázsoló közönség a mérkőzés végéhez közeledve egyre fokozódó küzdelmet láthatott, de francia ellenfele minden kísérletét visszaverte Völgyi Péter edző együttese, és a játék minden elemében jobb teljesítményt nyújtva megérdemelt sikerrel zárta 2022 utolsó hazai találkozóját. A DVTK 67-58-ra győzött tehát Euroliga mérkőzésén közvetlen csoportriválisával szemben. A piros-fehérekre ebben az évben még egy bajnoki mérkőzés vár, december 30-án a pécsi sportcsarnokban a Pink együttese ellen lépnek pályára. Erdőtűz pusztított a Bükkben, tiltakoznak a vállalkozók a kata eltörlése ellen. Visszafogottabban nyaralnak a magyarok idén, és újra kis oroszlánok születtek az állatkertben. Néhány hír még 2022. júliusából. Folytatjuk az elmúlt év legfontosabb és legérdekesebb helyi híreinek és történéseinek felidézését. Már épül Miskolc új légimentő bázisa. Az Északi Ipari Park területén egy csaknem egy hektárnyi területen belügyminisztériumi támogatással új fűtött hangár és kiszolgáló helyiségek kapnak helyet, amik jelentősen segítik majd az ellátásban résztvevő orvosok és pilóták munkáját. A terület mellett a nemrégiben megszűnt repülőtér helyén pedig a tervek szerint egy komoly ipari beruházás valósul majd meg. Miskolc polgármestere reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy jövő nyárra ismét lesz sportrepülőtere is a városnak. Mintegy 100 hektárnyi területen égett az erdő a Bükkben. A lángok pénteken délután csaptak fel Jávorkút környékén. A pusztítás jelentős. Rengeteg fa és az aljnövényzet nagy része is leégett. Az Északerdő ZRT tájékoztatása szerint 100-120 éves fák is áldozatul estek. Személyi sérülés nem történt. Hogy mi okozta a tüzet, egyelőre nem lehet tudni. A kárfelmérés még tart. Bemutatta jelöltjét a Velünk a Város frakció. Miskolc 3. számú választókerületében Sebe Gazdik Judit indul a képviselői mandátumért szeptember 25-én. Az időközi választás kiírására azért volt szükség, mert a körzet korábbi képviselője, Hegedűs Andrea bejutott a parlamentbe. A jelöltet az összefogást szimbolizálva közösen mutatták be a frakció tagjai a városházán. 20 millió forint értékben kapott adományt a GYEK újszülött intenzív osztálya a Plüss Kommandó alapítványtól. Az intenzív inkubátor is az úgynevezett transzporter egység a koraszülött ellátást segíti, a speciális babafészkek pedig a kisbabák idegrendszerének fejlődésében játszanak szerepet. Tompítják azokat a negatív élményeket, amik az ápolás során érik a kicsiket. 125 évvel ezelőtt indult el a villamos közlekedés Miskolcon. Az évfordulón ünnepséget tartottak az MVK-nál, és több mint 130-an vettek át elismerést. A közlekedési társaságnál már hagyomány, hogy a munkatársak cég iránti hűségét és elkötelezettségét jutalmazzák. Egészségügyi alapellátásban dolgozó szakembereket köszöntött az önkormányzat. Semmelweis nap alkalmából egy házi gyermekorvos, egy fogorvos és egy védőnő vett át kitüntetést. Sutócki Zoltán fogszakorvos nemrégiben életet is mentett, ezt külön elismerték az ünnepélyes alkalmon.
Július 1-től változtak a jegyárak a miskolci állatkertben. Az utóbbi években a koronavírus járvány miatt érvényben lévő szabályozások nem tették lehetővé, hogy árat emelhessenek az önkormányzati intézményeknél, ez alól a vadaspark sem mentesült. A kiadások viszont egyre csak nőttek az elmúlt 2 évben, ezért most a szabályok feloldása után drágultak az állatkert belépői. A becslések szerint országszerte nagyjából 350 000 egyéni vállalkozót érint a parlament által kedden elfogadott törvénymódosítás. A kisadózó vállalkozások tételes adóját érintő változás szerint a jövőben csak magánszemélyektől lehet bevétele annak, aki katázik. Ez azt jelenti, hogy azoknak a vállalkozóknak, akik cégeknek számláznak, legkésőbb szeptemberig más megoldást kell találniuk további működésükhöz. Már a nyugati fele is épül a turbókörforgalomnak. Július 17-től ezért új forgalmi rendet vezetnek be. A Király utca forgalmát a keleti oldali, vagyis az Y-híd felőli oldalra terelik át, és megépülnek a körforgalom hiányzó részei, illetve kiépítik a Középszigetet is. Sok háztartásban visszafogottabb az idei nyaralás, legalábbis több közelmúltban végzett országos felmérés ezt mutatja. A Népszavának készített kutatásból az látszik, hogy a megkérdezettek fele nem megy üdülni, vagy legalábbis visszafogja kiadásait. Az általunk felkeresett utazási iroda ellenben a 2019-es mutatókat hozza, ami egy nagyon erős év volt, tehát vegyes a kép. Az árak esetleges emelkedése, valamint a járványhelyzet további alakulása sok mindent befolyásol majd. Ukrán gyerekeknek szervez nyári programokat a Magyar Vöröskereszt, a Máltai Szeretetszolgálat és az Ökumenikus Segélyszervezet közösen. Az egyik miskolci hotelben jelenleg mintegy 70 gyerek lakik édesanyjával együtt. Mindannyian a háború elől menekültek Magyarországra. Az ellátásuk mellett a segélyszervezetek abban is igyekeznek támogatást nyújtani, hogy a lehetőségekhez képest aktívan teljen a nyári időszak a fiatalok számára. Ismét kisoroszlánok születtek a miskolci állatkertben. A kölykök jelenleg 6 hetesek, és már az első orvosi vizsgálatukon is túl vannak. A 2 nőstény és 1 hím teljesen egészséges. Egyelőre az oroszlán csapat többi tagjától és a látogatóktól elzárva fejlődnek, de néhány hét múlva csatlakozhatnak majd a családhoz. Akárcsak a fővárosban is az ország számos pontján, Miskolcon is több százan tiltakoztak a kormány nemrégiben bejelentett megszorító intézkedései ellen. Péntek este a belvárosi demonstráció biztosításában a Momentum, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, a Pattársak Miskolci és a Párbeszéd Borsodi szervezetei mellett azok a kisvállalkozók is részt vettek, akikért többek között a szolidaritási tüntetés is szerveződött. Borsod megyében is elindult a határvadászok toborzása, és folyamatosan várják a jelentkezőket. A szerződéses határvadászok feladata az államhatár őrzése, a jogellenes migráció megakadályozása. Ennek megfelelően a jelentkezők a határvédelemmel kapcsolatos széleskörű elméleti és gyakorlati képzést is kapnak. Az első határvadász századok várhatóan szeptemberben állnak majd szolgálatba. Évek óta nem volt ilyen jó minőségű a dinnye, mint idén nyáron, legalábbis az általunk megkérdezett árusok és vevők szerint. A mézédes magyar dinnye a nagy nyári hőségnek is köszönhető. A kánikula miatt azonban a szakemberek szerint a dinnye szezon már elérte a csúcsát, innentől kezdve pedig fokozatosan csökken a kínálat. Az ár pedig ennek megfelelően növekszik majd. Most azonban még nincs hiány a piacon, az általunk megkérdezett árusok szerint egyelőre bőséges a választék. Bemutatta jelöltjét a Fidesz-KDNP is. Miskolc 3. számú választókerületében, az időközi választáson a párt színeiben Barta Gábor indul a képviselői mandátumért. Megkezdődtek a bükszentlászlói patakmeder támfalának megerősítését szolgáló munkálatok. A támfal a tavaly februári nagy esőzések alkalmával rongálódott meg, miután az erdőből olyan erővel zúdult le a víz, hogy az megbontotta a falat. A város már 6. alkalommal folyamodott Viszmajor pályázathoz, hogy a patak más szakaszán is rendbehozzák a támfalat. A mostani 90 méteres részt 30 millió forintból erősítik meg.
Pénteken alapvetően felhős időre számíthatunk, részletek hamarosan az időjárás jelentésben. Maradjanak továbbra is velünk, Miskolc mával legközelebb pénteken este a szokott időben várjuk Önöket. További szép estét, jó tévézést kívánok, viszontlátásra!